Egy színházi darabot előadni, vagy egy filmben, vagy egy tévésorozatban részt venni, az ön véleménye szerint? Hát nem tudok ilyen kategóriát mondani, hogy könnyebb vagy nehezebb. Inkább azt mondanám, hogy érdekesebb, jobban megfelel az én habitusomnak. A filmezés egy nagyon fárasztó dolog, nem azért, mert dolgozik az ember, hanem azért, mert arra vár, hogy dolgozzon. Rengeteg a passzív idő színész számára a forgatáson. Ha reggel ki kell menni, mint a 6-ra a forgatásra, akkor 8-ig biztos nem kell, géperi az ember. És akkor attól függ, hogy hogyan csúszik, akkor 2 órás várakozással oda jut egy fél órás munkára. Van, aki ezt jobban szereti. Van, aki azt szereti, hogy van 2,5 hónap, vagy 2 hónap, 1,5 hónap egy színdarab összeállítására, és akkor az egy adott idő délután, vagy délelőtt 10-től 2-ig, és akkor az jobban megfelel neki. Ez memória vagy habitus kérdése egyébként? Hát memória kérdés az, természetesen memória kérdés a színházban, hát hiszen ott azért mondjuk 8 darabnak a szövegét kell az embernek a fejébe tartani, különböző rekeszekbe, ez memória kérdés, a filmnél ott kevesebbet kell egy-egy jelenetben úgymond szöveget mondani, viszont úgy kell megcsinálni, hogy azt fölveszik, és aztán soha többet nem lehet rajta változtatni. Ezért aztán nagyon koncentráltan dolgozik mindenki, hogy azt a pár perces vagy pár másodperces jelenetet megcsinálják olyanra, hogy az akkor már olyan marad. Hogyha egy színházban van egy 100-as széria, akkor lehet a jeleneteket a maga útján elengedni, hogy hogyan alakul a bemutató után is. Ez szórakoztató, ugyanakkor kicsit rossz is, hogy most jó volt, és holnap nem biztos, hogy ilyen jó lesz. Ezt érzik a színészek, amikor elkapták nagyon a darabot, tehát hogy mindenki most maximumot nyújtott. És a közönség is megérzi? Persze, azt akartam mondani, hogy ebben már nagyon nagy szükség van a közönségre. Hogyha a közönség jó partner, akkor a színészt is megindít olyan energiaforrásokat, regisztereket benne,
amire lehet, hogy nem is készült föl, ez csak úgy megindul. Itt Szekszárdon egyébként tényleg nagyon jó a közösség, nem hízelegni akarok, hanem így is van, nagyon régóta járok Szekszárdra, ami kecskeméti színészkoromban. 70-es években kezdtem ide járni, és azóta is elég sokat megfordultam itt, és én mindig úgy emlékszem, hogy itt nagyon jó közönség van, majdnem mindig tele van, tele is van. Lehet, hogy csak nekem volt szerencsém, hogy a darabokkal jöttünk, de tudom, hogy nagyon nagy siker volt mindig, és nagyon szeretik. Úgy érzem, hogy nagyon szeretik. A műság ezzel a Hitlerrel. Nem szeretem a mázolós segélyből, kancellár lesz. Igen? Fantasztikus fogást csináltunk ezzel az új inassal. Ez csak úgy köpi a porcelánokat. Mi? Köpi? Miért neveztek ilyen tisztítószert? A márkákat. Ja. Persze, Rosenthaler, Alvin, még valami Chamberlain csemmegedett. Még ezt is tudja? Igen, itt van az újságban. Chamberlain Münchenben megegyezett Hitlerrel. Már biztos, hogy nem lesz háború. Hála Istennek. Szóval ez az inas újságot olvas? A végén még politizál is. Én nem szeretem, ha egy inas politizál. Igazad van, ögön, de ez biztosan nem politizál, mert rendkívül szimpatikus. Nem szeretem, ha egy inas túlságosan szimpatikus. Apropó, Claire, képzeld el, a kapuban találkoztam ezekkel a hogy is hívják ékkal. Köszönésért fogadnod! De pontosan erről van szó. Én mentem volna kifelé, ők meg jöttek befelé. És egyszer csak ott álltak előtte. Ez a hogy is hiány, mi? Olyan fejlék volt ez az egész. Hát nem volt más választásom, vissza kellett köszönni. Rettenetes. Az úr a pokolban is úr. Valahány éve csinálom ezt a pályát, úgyhogy... Elég sok év van mögöttem, de már nem is emlékszem, hogy én mikor akartam színész lenni. Valamikor igen, de nem gyerekkoromban. Jóval később. Gimnázium után kezdtem el foglalkozni vele. Igazán. És ez jó tanár kérdése volt? Igen. Ezzel el lehet, tehát most bármilyen szakákban egy jó tanár az képes arra, hogy az ember életét befolyásolja? Persze, én is úgy kezdtem ezzel foglalkozni komolyabban, hogy a magyar tanárom észrevette, hogy szívesen tanulok verset. És értelmesen mondom el. Kicsit értelmesebben, mint azok, akik kötelezőnek vették, hogy ez egy ugyanolyan feladat, mint egy matematika példa. És ő noszogatott engem, hogy én menjek kerületi szavaló versenyekre, meg különböző helyekre, ahol használhattam magam. És akkor úgy... Egyre jobban szórakoztatott a dolog. Egyre nagyobb értelmét láttam, aztán kikötöttem itt. Rendezőtől is függ. Tehát az ember, hogyha kifog egy tényleg nagyon jó darabban egy nagyon jó rendezőt, az képes újabb lökést adni, hogy a pálya tovább Persze. Induljon. Persze, nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. És igen, önnek igen, volt igen. Ilyen? Volt. Hogyne. Sőt, volt is. De hát aki az én mesterem volt, a Ruszti József Kecskeméten, a pályám első 8 évében dolgoztam vele, és nagyon meghatározó volt. Ő egy nagyszerű rendező volt, egy nagyon karizmatikus színházi ember, és rengeteget lehetett tőle tanulni, de mai napig is úgy vagyok, hogyha fiatalabb rendezőkkel dolgozom, akkor egy-egy rendezői módszerre még mindig rácsodálkozom, hogy most milyen jól csinálja, vagy milyen rosszul. Például Mohácsi János, akivel most nemzetibe, most már a második darabban dolgozom, egészen furcsa és egészen szokatlan stílusa van, de nagyon szeretek vele dolgozni. Nagyon. Ez miben nyilvánul, meg említsem már, legyen olyan kedves, meg pár példát, hogy hogyan tudja megfogalmazni azokat a dolgokat, amire ön fogékony? Ez inkább szakmai dolog, de ugye a lényege az, hogy ő igazán úgy dolgozik, nagyon alaposan fölkészül a darabból, hiszen majdnem mindig átírja maga ízlése szerint. A testvérével együtt ketten írják át a darabokat. És annak ellenére nagyon felkészült, és tudja, hogy mit akar. Maximális módon partnernek fogadja el a színészeket. Tehát, hogyha ott van 10 ember a jelenetben, ha 10 emberből
kilenc mond valamit, akkor ezt a kilencet mind végighallgatja. Sőt, ki is próbáljuk mindjárt, hogy talán jobb lenne úgy csinálni. Tehát ilyen több szem többet lát alapon. És általában azért furcsa ez, mert általában az a gyengébb rendezőknek a sajátja, hogy tulajdonképpen a színészek, hogyha egy kicsit úgy megpiszkálom őket, akkor olyan jókat tudnak mondani, és abból, hogy össze tud állni a darab. Például, amikor színészek rendeznek, azok így rendeznek. Jó magam is rendeztem már. Úgy rendeznek, hogy tudják azt, hogy a színész, hiszen ő megy ki a közönség elé, rajta van a legnagyobb felelősség, ezért ő fontosnak tartja azt, hogy hogyan jelenjen meg, hogy hogyan fogadják őt. Ezért a színész aktív próbál lenni a próbán, ha a rendező olyan, hogy keveset mond. Van olyan rendező, hogy pontosan beállít mindent. Na most, a Mohácsi olyan, hogy abszolút szabad teret enged mindenféle fantáziának. És akkor abból úgy kiszűrögeti, és akkor úgy összerakja. Lehet, hogy két nap múlva eldobjuk az egészet, valami más jön be helyette. De mindig a próba folyamat alatt mindig egy amorf anyaggal dolgozik. A színházigazgatók már frász kapnak tőle, meg kétszer-háromszor halasztja a bemutatót, mert nem készül el adott időre. A színészek is ugyanúgy frász kapnak tőle, aki nem ismeri az ő stílusát, mert a premier előtt egy héttel még nincs lerendelkezve a harmadik felvonás. Van, úgyhogy meg sincs még írva. És akkor úgy, egyszer csak minden fölgyorsul és minden helyére kerül, és igazán elementáris élmény egy színész számára, hogyha így megszületik az előadás. Ki ez? Az a bizonyos Hitler. Miért ordít? Békebeszédet tart. Mennyire kiveszett az emberekből a jó modor. Miért nem beszél halkabban? Hogy a rettegjenek tőle azok, akikkel békét kötött. Miki persze elaludt. Nem sokára itt van ez a kisár, és ő még mindig toalettírozik. Nem szeretem, ha egy fiatalember túl soká toalettírozik. Méltóságos asszony, vendégek jöttek. Igen? Hogy a vendégek, talán vendég. Nem a lácska. Nem a kislány, aki csak valami könnyű likőrt iszik, hanem az új lakók alulról. Micsoda? Hogy is? Azok a izék? Igen, jó, jó. Akkor bevezethetem őket? Van más választásunk? Színész a színészre is hat. Azon a színpadon természetesen a játékával. Igen. Azért nagy össze játék. Szóval itt nagyon-nagyon kell figyelni a másikra, és különben a nézők is észreveszik, hogy valami nem stimmel, persze. És én ezt nagyon szeretem. Nagyon szeretem, hogy a partnerek... Azért is szeretek Budaörsön játszani, mert olyan partnereket válogat össze a Éles Béla, hogy tényleg értjük egymás gondolatait. És volt olyan, aki önt már lehúzta, tehát hogy annyira nem érezték egymást, hogy annyira rossz lett ez az előadás. Volt a rendező, akivel egyszerűen tudtam, hogy béna vagyok, nem mozog úgy az agyam, hogy kellene, és tudtam, hogy ebből nem sok jó fog kisülni, rossz is voltam benne, persze. Az én is hogyan dolgozza fel a bukást? De túl kell rajta lenni. Túl kell tanulságokat le kell vonni, és akkor majd a következő jól sikerül. De hát az... Igen, hát az minden ilyen bukás, az egy lépés az infarktus felé, de hát igyekszünk kivédeni. A darab miatt? Tehát a darab rossz, a rendező a más miatt, vagy inkább önmagukba keresik a hibát ilyenkor? Hát ilyenkor... Ki hogyan? Ki hogyan? Az aztán később ülepszik le az emberbe, hogy hát tulajdonképpen nekem kellett volna jobban odafigyelni, én voltam, hogy akkor nem csináltam azt, amit én akarok. Igen. De akkor nem, mert az előadásnak el kell készülni. És végül is az ember a közös munkában egymás iránti tiszteletből adódóan nem akarja görcsösen bebizonyítani, hogy nekem, és csak nekem van igazam. Hát és aztán mindent az eredmény igazol. Tehát a legnagyobb összeveszéseket, a legnagyobb haragokat, a legnagyobb sértéseket és a próba időszakon elszenvedett sértéseket igazol egy siker. Melyik szerepéből tanulta a legtöbbet? Az ember tragédiájában a Lucifer. Ezt kétszer is játszottam, egyszer a Nemzeti Színházban, még régen.
Egyszerűen a Madárszínházban. És furcsa módon mind a kettőt úgy játszottam, hogy kettős szereposztásban, tehát a próba időszak, bemutató után álltam be, nagyon rövid idő állt rendelkezésemre, úgyhogy keveset próbáltam, ezért saját magamból sokkal többet kellett hozni. Ezért aztán a tanulással együtt a műadta élményt, azt hihetetlen gyorsan és töményen értem át, és a színpadon ez nagyon, nagyon jót tett annak, hogy ahogy én játszottam ezt a szerepet. Nagyon, nagyon szerettem, és nagyon csodálkozom azon, amikor azt mondják, hogy hát az ember tragédiája az olyan nehéz darab, az olyan filozófikus, hogy nem lehet azt úgy érte. De hát én meg azt mondom, hogy szóval olyan, mint a zenében, hogy vannak azt mondja, hogy a Schönberg olyan egyszerű, mint a pofon, vagy a Stravinsky. És van, aki azt mondja, hogy nekem ez nem, én nem nekem sok kéne, a Verdinél megállok, vagy a Puccininál. Tehát van, aki azt mondja, hogy nem színház az ember tragédiája, hanem filozófia, irodalom. Én szerintem egy nagyon élő színház, és hihetetlen nagy szellemi játék az ember tragédiája. Naponta kerülök olyan helyzetbe, amikor beugrik egy-egy mondat a Madácsnak, hogy hát ez pontosan így van. Hát pontosan. Ha csak azt mondom, hogy a mostani politikai helyzetre tessék elolvasni a tragédiában az aténi színt. És akkor az ember csak úgy csodálkozik, hogy jó, hát persze, hát ez akkor is ugyanúgy volt. Egy nagyon furcsa és egy nagyon találó kifejezés lett, mert a média az, mint ilyen fogalom, valahogy gyűjtőfogalmá vált a középszerűségnek. Mert legalábbis úgy érzem, hogy annyi mindent akar a média kiszolgálni, annyi minden felé akar teljesíteni, hogy mindenképpen középszerű, vagy inkább egy kicsit annál lejjebb van. Ebben nincs semmi arisztokratizmus, de én jobban szeretem az adott szakmai, nem szakmai, mert az olyan rideg kifejezés, hogy szakmai, hanem jobban szeretem a pontos értékmérő munkát. Újságírótól is, televíziótól is, színésztől is, rendezőtől is. És a média ma pedig kevésbé alkalmas erre, mert nagyon túlnőtte magát. Erre gondoltam, tehát éppen a negatív értelmét szerettem. Magát, igen, túlnőtte magát, mert neki az a feladata, hogy érdekes dolgokat, érdekes embereket kell felmutatni, és érdekes embereket csinálnak olyanokból, akik nem érdekesek. És aztán általában azok nyomorodnak bele, nem a média, kidobálják őket az ablakon, bele nyomorodnak, frusztráltak lesznek. Félresiklik az életük, tragédiák sorozata következik ezután, mert azt hiszik, hogy egy fényes világba bekerültek, és úgymond sztárnak nevezik őket, vagy mit tudom én, minek nevezik őket, és amikor már nem kell, akkor kidobják őket az ablakon. Aztán szóval egy színész nem lehet kidobni az ablakon, legfeljebb kevesebbet foglalkoztatni, de
ha a színészek, az marad. Még a halálában is az marad. És egy jó színész mindezt hogy éli meg? Hogy tudja, hogy én ezerszer jobb vagyok, mint az éppen aktuális sztárocska? Nézd, az, hogy most itt ma este be fog ide ülni 5-600 ember, és azokkal én érzem, hogy egyrészt rendkívül megtisztelő számomra, hogyha a nézőtérre lenézek, és látom, hogy elegánsan föltözött emberek, akik veszik maguknak a fáradtságot, talán irántam, vagy a darab iránt, vagy a hely iránt adandó minimális tiszteletből felöltöznek, ünneplőbe öltöznek, és eljönnek, és érzik azt, hogy mi is azért jöttünk, hogy közösen egymásnak örömet okozzunk. Ezt semmiféle média nem tudja pótolni nekem, hogy most kvázi belőlem csinálnak ezt át, vagy nem csinálnak. Erre nekünk nincs szükségünk, tényleg nincs szükségünk rá. Én nagyon keserűen nézzük ezt, hogy sztár szintre hoznak komoly művészekkel olyanokat, akik hát közelében sincsenek annak, akivel összehasonlítják őket, vagy mind a kettőt sztárnak nevezik. Ezért aztán mi most már lassan megköszönjük, hogy nem hívnak minket sztárnak. Mert nekünk a sztárság mellett is van nagyon-nagyon sok minden, ami örömet okoz. Azokból, akikből csinálnak sztárt, azoknak nincs. Azoknak eléggé, ahogy én látom, eléggé szürke az életük és a világuk, és azért jó alkalom arra, hogy sztárként működnek egy-két hétig, vagy egy-két évig, és aztán egy kicsit sajnálom őket, és kicsit sajnálom az újságírókat is, hogy ilyenre biztatják őket, hogy ezt csinálják, mert most ez megy. A színház az megy 5000 éve, és még 5000 évig menni fog. Hát ez igazán nem várt meglepetés. Látom, kisé, meg vagytok ilyenbe, hogy felmondunk nektek, de én maradhatok, kisöreg. Hát persze, nekünk mindennél fontosabb, hogy mi jól kijöjjünk egymással, ez a ház legyen a béke szigete. Jól mondod, öreg csoca. A béke szigete. Ausztriát megkapta Hitler, Jugoszlávia széthúlik, a tótok leválnak a csehekről, jobban utálják őket, mint bennünket, fortyog körülöttünk a világ. De mi azért élünk a béke szigetét, Magyarország, Mennyország.